Másfelől a legnehezebb a lelki felkészítés, a teherbírásra való felkészítés, a teljesítmény centrikusságból adódó folyamatos megfelelésre való felkészítés. Azt gondolom, hogy talán ez az a pont, ami a nulladik időponttól biztosan, hogy játszik. Hát ha én a gyerekemet úgy nevelem, hogy sikerül elsejteni azt, hogy közösségbe hogyan tud minél hatékonyabban, minél gyorsabban, minél zökkenőmentesebben beilleszkedni. Hogyha megtanítom őt arra, hogy konfliktus helyzeteket hogyan kezeljen, hogy hogyan kommunikáljon. Ha egyszerűen az ő énképe elég erős, és elég jól be tudja magát határolni a világban, akkor azért nem jelent gondot az iskola. Mindezt meg lehet tanulni szülőként? Igen, szülőként is lehet tanulni, sőt azt mondom, a gyerekeink első körben tanítanak minket, és mi is viszont tanítjuk őket. A szülővé válás folyamatát azt gondolom, hogy igen, ezt meg kell érni, meg kell érezni, és tudatosan kell mindig fejlődnünk, és mindig a gyerek életkorának megfelelően plusz információkat felszedve átgondoltan segítenünk őt. Nagyon sok civil szervezet van, akik segítenek már tudatos gyermeknevelés kapcsán. Több ilyen mozgalom is van, akik segítenek információs előadásokkal vagy workshopokkal. Többféle tréning van, ami például a kommunikációnkban segít, vagy a szülői hatékonyságunkban segít. Nagyon sok szülő megmutatja előre a gyerekének az iskolát, esetleg még a tanítónénit is megismerteti a gyerekkel. Mennyire jó az, hogyha így készül a gyerek arra, hogy hová fog majd járni? Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon jó dolog, hogy így készülünk. Én 3 saját gyerkőcömet is így készítettem föl az iskolára, sőt, nálunk beleszólás is volt abba, hogy melyik iskola legyen. Én azt gondolom, hogy ahol a gyerek jól érzi magát intézményben, és az a közegöt megfogja, akkor hallgassak az ő intuícióra, és nem az a lényeg, hogy én jól érezzem magam abban az iskolában, vagy én nekem legyen szimpatikus abszolút a tanítónéni, sokkal fontosabb azt gondolom, hogy a gyerek megtalálja az összhangot a tanítónénivel, és ezek ki tudnak terülni viszonylag hamar, főleg akkor, ha járunk ezekre az iskola előkészítő, iskola bemutató kis foglalkozásokra. Mi jelezhet a gyereknél, hogy fél az iskolától, vagy tart a nagy változástól? Biztos, hogy amikor az iskoláról beszél, akkor hallunk egy kis félelmet az ő hangjában, a keresztkérdéseiből. Esetleg abból, hogy szembe tűnik, hogy fokozottan elkezd újra baba lenni, vagy újra nagyon bujcázós lesz, és mondjuk azok, amik eddig őt nagylány vagy nagyfiúi pozícióba tartották, gondolok itt arra, hogy mondjuk egy vacsorához ő terített meg eddig. Ezeket úgy nem is megtagadja, de nem szívesen végzi, mert sokkal inkább elkezd újra nagyon játszani ez az itt és most is. És akkor folyamatosan játszok, és tele van a szoba a játékkal. Tehát, hogy nagyon belemerül a játék világába, ami szuper történet. Én azt mondom, hogy elsődlegesen ezek. Van olyan gyerek, akinél ennél cifrább dolgok is történnek. Például azt látjuk, hogy az óvodában megváltozik a kortársokkal való kapcsolata. Azokkal mondjuk, akik maradnak az óvodában, ha épp egy vegyes csoportról beszélünk, azt is láthatjuk, hogy akikkel megy iskolába, ott egy versenyhelyzet alakult ki. Például gyakori hasfájásra lehetünk figyelmesek, amiknek úgy nagyon alapja nincsen. Tudni kell, hogy a gyerekek szorongásból adódó fejfájásai, azok leginkább a hasba tolódnak le. Tehát akár székrekedések vannak, hasmenések vannak, és úgy hasfájásra panaszkodik, de az étrendjében nem történt változás, de egyébként nem lett betegesebb a gyerek, akkor ezek mind intőjelek.